Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, 6 óra 32 perc van, már is folytatjuk a Millás reggeli műsorát. A Szólerandi, elhagytál egy szendvicset. Jó, oké, köszi. Megvan. Szóval ez a millás reggel itt a 9.9 Jazzy Rádióban, benne pedig Ács Gábor, Vihog. Igen, és Mihálovics András, aki, igen, hát segít, de az segített segít. a kollégének, éppen a stúdió ajtóban ejtette el a... Igen, azért ellenséget. nem tudtam felugrani, mert akkor kibeszélne a rádióba. Egyébként vagyok, vagy szeretném hinni, hogy vagyok annyira úri ember, hogy odaugrottam volna, hogy felvenni nem a hölgy keszkenőjét, hanem a szalámis szendvicsét. Szerintem az is érvényes, nem? Abszolút. csak tudnám, hogy mit jeleznek a nők Meg kell amikor ellibbennek előtted és kiejtenek egy szalámis szendvicset azt nem tudom, ezt még nem sikerült dekódolnom mm, nem baj, a lényeg az, hogy igazi úriember lennél, ha nem, itt, ha nem itt ülnél ha nem itt születtem volna Magyarországon nem Dunói városban és nem olyan uh, kalandjaim lettek volna az életben, mint amilyenek voltak akkor biztosan finom úriember hát, lehetett volna változtatni már nem volt rá nem? igény nem, 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 most Sehol? Nem. Igen. A belső készítetés nem támad fel ennyi idősen se, hogy esetleg zsaketben, kamáslival és sétapálcával. Külső kényszernek meg nyilván nem engedelmeskedünk, Téged? Kegyelmes, hanem ő... vele. Nem, nem, sodródunk, sodródunk. Ez egy kompország, ne felejtsük el. 06 30 20 -90 9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Tessék megszórni bennünket mindenféle üzenettel. A tegnapi álmok futással kapcsolatban tartozom egy magyarázattal. Már melyik? Hal... Már több is volt. Több is volt. Ezúttal a Beatles-ekkel kapcsolatban. Írta valaki, hogy Beatles így kiejteni nagyon kellemetlen, írta a hallgató. Sajnos későn vettem észre, mert akkor itt... Ja. Hát mert ugye készült egy másik műsor, és természetesen a szokásos levezető kör, úgy, mint számítógép kikapcsol, utolsó SMS-ek elolvas. Erre nem volt módom, mert itt tipródott az okos utas stábja, és mindent elkövetett, hogy én azonnal húzzak el innen. Úgyhogy ezért nem tudtam ezt időben kifejteni. Direkt használom én a Beatles, meg Beatles kifejezéseket szándékosan. Ugyanis a hallgató talán nem hallotta, de lenyomták a torkomon 16 évesen azt, hogy nem Durán, nem Depes, Beatles diszkó lesz, Bills, Bills diszkó lesz. Kínosan ügyeltek arra a haladó angolosok lévén azok, akik ezt művelték az én lelki világommal, hogy Bills legyen, és mi más tehettünk volna, mint hogy csendes ellenállásként, kvázi a József Attila gimnázium Bach húszáraiként direkt Beatles-esztünk, meg Beatles-esztünk, mert minden egyes alkalommal ők kikérdek maguknak, hogy nem bit lesz, és még csak nem is bit hanem bills. Úgyhogy tudom én ezt, de ez annyira mélyen beleivódott a lelki világomba, hogy, hogy elnézést. Van még egy pár ilyen, a nem vagyok komponens, szintén ugyanez. Uh, az is így megragadt, és a kompetensnél is. Honnan jött? Az ami kabaré réfából nem <há> tudom, hogy nem vagyok komponens <há> a témában. Tehát, hogy van van egy pár ilyen, most ez a kettő jutott eszembe, úgyhogy elnézést kérek. Uh, igen,. Alul pallérozott vagyok, és... Senki nem érti, de... és többi, de ezeken Aha. nagyon nehéz változtatni. Neked van ilyen? Nem tudom, biztos. Most így hirtelen nem tudok, de... De te... De azokat, igen, de amik vannak, azokat, azokat szerintem csak családom meg baráti körömben. Az a baj, hogy ez így kezdődött akalmazd nálam is, de sajnos ez így hát, Nem Csak olyanok vannak, amit a, amit a gyerekek mondtak kiskorukban, ilyen érdekes kifejezéseket. Ja, na ja, ja, azok azokból voltak, is maradtak, de azok nem így. mennek túl a családon, mert nem érti azon kívül senki, mert hogy valamelyik nem is emlékeztet az eredeti kifejezésre, tehát külön el kell mondani, hogy mi az. Na mindegy, szóval ezen azt hiszem, hogy túllendülhetünk. Minden egyes alkalommal nem ígérem, hogy el fogom magyarázni, amikor ilyen idegenül csengő. Igen, és van, vannak. Figyelj, a Beatles nem kell, mert egy fél ország így hívta, tehát, és a mai napig így hívja. Tehát ez Igen, végül, de már azóta volt is. olyan, hogy felhívtak a hallgatók, hogy én miért Postabankozok, és miért OTP-zek, miért nem OTP és postabank? Tehát te vagy és a, a néphangja. Miért nem ík, Ikeázok, és miért nem Ikeázok. Uh -huh. Tehát ezek, ezek így benne vannak. Igen, ez a mezőföldi. Stb. Én nem hüttőzök, hanem ikeázok. Tessék ezt így, elnézést, tényleg nem, nem tudom, hogyan követhetném meg a csekély számú hallgató közönséget, mert hogy 2021. augusztus 18-án, a hosszú hétvég előtt kizár dolog, hogy mindenki minket hallgatna, aki egyébként ezt szokta tenni, nem horpasztanak. Húzzák a lóbört és szenderegnek békésen. Na! Ma, elő, ma először volt rá jobb lehetőség olyan lakásokban is, amelyek amelyekig. nem rendelkeznek hűtő, léghűtő berendezéssel, csak valamelyik típusával. Igazán kellemes volt a hajnal, lehetett nagyot szellőztetni, úgyhogy. Igen, Képzeled, én, de én, hogy... ha nem itt ülnék, akkor biztos, hogy 9-ig aludnék. KB az útvonalam, amelyet természetesen lóháton vagy gyalog szoktam megtenni a rádióban, mert nagyon figyelek a földbolygóra. Az útvonalom első ö, első fele az eseménytelenül szokott eltenni, egész egyszerűen azért, mert ö, olyan utcákon jövök, ahol még ilyenkor bőven alszanak, és nem nagyon szokott mozgolódni még a kukás autó sem. Most viszont már az első sarkon nagyon megijedtem, mert ugye szokásból és lazán közlekedtem, már egy kutyasétáltatót az utolsó pillanatban jó paripám nyergéből ki kellett, hogy kerüljek, és utána a mellék utcákban még le is villogtak nem tudom, hova sietett a piros Volkswagen golfos fiatalember mögöttem, de befordult egy ilyen tehát a mögötti utcából egy még Isten a mögötti utcába, ahol én csendesen szenderekve, jó lovam nyergében természetesen gurultam lefelé, és levillogott. Érthetetlenül állok, és értetlenül állok. Na. Érzem, már nem lett meglepő. És azt hittem, hogy ilyen nagy tömeg talál. lesz, és ehhez képest utam második felébe, ahol nagyon sok autóval szoktam találkozni, ott meg nem volt semmi sem. Igen, viszonylag kevesen okay. voltak az én útvonalamon is. Na, Isten éltesse az Ilonákat. Kérem szépen, nevük napja van ma. Nézzük egyébként a születésnaposaink kedvéért, idézzük fel, hogy augusztus 18-ához az ő születésnapjukhoz. Isten éltesse őket, mi minden kötődik. Hát Ács Gábor meglepett. Én azt hittem, hogy legalább hallomásból minden ütközetről tudok. De bevallom őszintén, hogy a Staffardai csatáról, amelyet 1690-ben 14. Lajos francia király csapatai vívtak, második Viktor Amadé szavolyai herceg csapataival a falci örökösédési háborúban. Erről most olvastam először. Köszönöm, Na, Gábor! Örülök. Ráúszom, megnézem. Megvagyok azt gondoltam, hogy azonnal fogsz volna tudni nem, mondani. Nem, nem, kiegészítés, nem. De... Abszolút. Teljesen tájékozatlan vagyok a Staffardai csatáról, úgyhogy valaki kis segíthet, aki nálam pallérozottabb. 0-30-20-10-9-0. Tényleg nem, a fogalmam sincs. Na, arról viszont van, hogy 1780-ban magyar és cseh királyként is róla lépett a kalapos király második József, aztán utána német római, vagy hát még előtte, előtte. német római be. császár, úgyhogy ő akkor ért a csúcsra. 1765-ben már német római császár volt, de nem álláshalmozó volt, úgyhogy még 1780-ban felvette a magyar és a cseh királyi címet is. Aztán 1949-ben repüljünk át augusztus 18-ára, ahol Adolf Dassler bejegyezteti a vezeték és keresztnevéből alkotott Adidas márka nevet. És milyen jól tette. a sikert indítottál a sikerszériát. Te uh -huh. nem alakítod meg a Gabács nevet? <laughs> De... Valami sportszer, De... már, valami úgy tájfutó. Ér... Már ebből úgy érzem, hogy azonnal siker. Már a névből sikerre neítélve. Úgy érzem, egy ilyen névvel. Ha? No, születésnaposaink. Keleti a Kossuth Díjas, magyar fotográfus, 1931. augusztus 18-án született rá egy évvel Kausz István olimpiai magyar vívó, olimpiai bajnok magyar vívó, öttusázó orvos. Aztán itt vannak még a filmművészet nagy alakjai, Román Polanski lengyel filmrendező színész 1933-ban született, rá három évvel pedig egyik nagy kedvencem Robert Redford, Oscar Díjas amerikai színész filmrendező. Szereted Robertet? Nem, se Robert, se Redford, nem? nem, nem. nem. Igen, mérsékelten, de nem, tehát nem Nézed Nézzed meg azonnal a Butch Cassidy és a Sundance Kid uh, című jutalomjátékot Paul newman -nál és Robert redford -nál. Néztem én azt, de hogy... Nem? Nem, de maga a műfaj nem... Na. A Western, mint olyan? Na, de ezt már néhány szó szóval megbeszéltünk. Ne ajánljak neked olyat, ne, ami beszippant esetleg? Nem fog tudni beszippantani. De elő. hidd el, hogy igen. Nem ez Na, a... Ezt már többen megpróbálták és sikertelenül Aha. végeztek. Hát, jó... 1941 Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus pszichoterapeuta, külön büszke vagyok, hogy ki tudtam ezeket a szavakat mondani, korán reggel ünnepli a születésnapját Kisztihánt Bagdi Emőkének e helyről. Aztán Patrick Swayze, Swayze? Igen. Úgy, úgy biztos? Jó. Nehogy bit lesz ezek meg. Én úgy tudom. Jól mondtad. Amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró 1952-ben született ezen a napon. Aztán egy másik. Hát nagyon fiatalon elhúnyt. 2009-ben, igen. igen. Aztán uh, Cvetkó Sándor, magyar színész, 1965-ben uh, született, és Edvard Norton, Golden Globe-díjas amerikai színész. 1969-ben született, augusztus 18-án. Edvard Norton-t imádom. Uh, láttad a, azt a, a filmjét, a, mm, amikor ilyen. Nem. No. A sztorira nem emlékszem. De az se a hír nem színész. emlékszem. De a ja. emlékszem. <laughs> igen. Nincs meg ez. A, ez a skin Ennyiből a, Amerikai mire... história x Nem jutott. tudtam be. Az... Ja, nem. Nem, nem. láttam. Fú, azt néz meg. Uh -huh. Tényleg néz meg. Uh, nagyon megrázó egyébként. De, de nézd meg. Uh, és hát természetesen a harcosok klubja. Azt ne... meg meg, hogy azt igen. Azt se. De, de. hogy. Nem tetszett, és ezzel mindig Nem ki... tetszett arca, a harcosok klubja? Ezzel mindig kivívom. Sok, um, a sokak rosszal Nem lesett. Nem, 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 abszolút nem. Tudod miért? Mert nekem sem. De jó, tényleg? Igen, az első két alkalommal nem tetszett. Nekem és... már nem volt második alkalom. Hát azt tudom, igen. Az megvan, hogy a Mennyei Királyságban játszik Edvard Norton? Nem tudom, azt láttad, de nem szereted ezeket a kardozó háborús filmeket, azt tudom. Nem. Az a vicces a Mennyei Királyságban az alakításával, hogy gyakorlatilag. Nem látszik a színész egyetlen egyszer sem a filmben, mert ő alakítja azt a királyt, aki leprás, és ezért egyfolytában vasállarcot visel. Tehát nem látni Edvard. Nem tudod a film végéig sem a stáblistáig, hogy Edvard Norton szerepel a filmbe. Én nem értem, hogy ezt miért vállalta el ezt a szerepet. <haz> Na mindegy. Szóval Edvard Nortonról hosszasabban megemlékeztünk. Sajnos hosszasabban, mint Robert Redfordról, de hát ez a reggel már csak ilyen Uh, hát nem tudom, hogy FX twin azt, hogy hollóztad ide. Beugrott, hogy mintha láttam volna, meglep, meglepőd, meglepődve láttam volna tőle egy dalt itt a rendszerbe, de aztán rákerestem, és akkor összekevertem, és nem volt. És gondoltam, de az értem. vicces lenne, hogy egy legalább egy hangmintát a nem egészen idejelő műfajából Nekem ő az, de nem. A Más Szafardai csatával került egy lapra. <laughs> Jó. Életemben nem, nem hallottam FX twin Majd küldök neked videóklipet, és akkor rögtön tetszeni Jó. fog. Az egyik, hát van olyan videóklipje, ami minden Férfiak többségének megdobogtatja a szívét, és velem valószínűleg anélkül nem is került volna ő reflektorfénybe. Aha. Maradjunk ennyiben. Jó, velem egykorú mm. FX, mm. Ma, vagy ma 50 éves, illetve fia... fájdalmasan fiatal. Még, nem, te nem ma vagy. Nem, én április végén Na. voltam. Úgyhogy. fel is Igen, az oh, Feledhetetlen. Azóta nem ugyanaz a világ, mosolyog vissza rám, amióta ezt megtettétek velem. 1981-ben született viszont Gerlóci Márton, magyar író, újságíró, publicista. Úgyhogy neki is boldog születésnapot kívánunk e helyről. Na, véget ért a móka mára? Hát nagy nehezen úgy tűnik. Nagy De nehezen. talán még bele tudok súvasztani egy kiváló eméró lesz most itt a következő néhány percre, aztán nagyon úgy nézem, hogy össze kell, hogy vonjuk a lapszemlét meg a Hát, ahogy ]ért. szoktuk. Ja.